Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Nem tagadom, hogy kicsit izgulok most, mert hogy egy születésnapost köszöntök egy olyat, aki 150 esztendős. Nem, ne gondolkodjanak, sajnos nincs olyan ember, aki megéri ezt a magas kort. Viszont van egy olyan város, amelyik éppen 150 esztendős, ráadásul ez a város Magyarország fővárosa, Budapest. Igen, csak 150 éves még Budapest. De hogy alakult ki? És mi minden történt vele, ezáltal velünk és az őseinkkel ebben a másfél évszázadban? Na ezt mutatom meg a következő háromnegyed órában, meg majd jövő héten abban a háromnegyed órában. Tartsanak velem! Én azt hiszem, hogy 10 riporterből 10 valamilyen szép andalító budapesti dallal indítana egy Budapestet köszöntő műsort. Választék van bőven, hiszen tudjuk, hogy Budapest de csodás, és hogy 7-kor várnak minket a Nemzetinél, arról nem is beszélve, hogy Óbudán meg ott a jó túrós csusza. Most én mégis egy olyan dallal indítok, amely egy echte budapesti ember vallomása, és amelyben benne van az elmúlt 150 év minden nyűgje nyila, de boldogsága is. Nem véletlenül Kern Andrással kezdtem. A 150 éves főváros ugyanis rengeteg dolgot élt meg és élt túl ebben a másfél évszázadban. És lehetett bármilyen nehéz az adott időszak, a kultúra mindig ott volt Budapest legfőbb értékei között. Kern például több mint fél évszázada nyűvi már a Vígszínház színpadát, így ha valaki, akkor ő igazán el tudja mondani, hogy mit jelent neki a 150 évből ráeső szakasz. Jöttem be onnan a művész étteremből, éppen a Bűn és bűnhődés előadásában esett ki a hó néha, és akkor havasan jöttünk onnan be az utcáról. De játszottam itt is ezen a ponton, meg jöttem be azon az ajtón, meg játszottam itt, meg volt olyan színdarab, amikor le volt engedve a függöny, és csak itt a zenekarjárok fölött játszottunk. Mindenfelé játszottunk már, hát sokfajta színdarab van. És az érdekes az, ha belegondolunk, visszatérve erre, a falakból jön, vagy mi jön a falakból, és mi jó, és mi nem jó. Én nekem sokszor jut eszembe, hogy ha itt állok, akkor itt állt mellettem a Darvas Iván sokszor, és ha meg itt állok, akkor beszélgettem azon a bizonyos padon, a Visiben, a Latinovics Zoltánnal, de ha ide gondolok, akkor itt állhatott a Csortos Gyula, mint Lilium. Szóval voltak itt érdekes dolgok ám. Na és akkor kezdjük el rendhagyó történelem óránkat, és meséljük el, hogyan született 150 évvel ezelőtt ez a város. Segítségül egy fiatal történészt kértem fel, akivel Budapest egyik legnépszerűbb helyén, a Városligetben találkoztam. Nyilvánvalóan nem 1873-ban vetődik fel így légből kapott módon, hogy a fővárosnak egyesülnie kell Pestnek, Budának és Óbudának, hanem ez egy nagyon hosszú igénynek a betetőzése, megvalósulása, mondhatjuk jogi kodifikációja a lélegét tekintve, hiszen hosszú évtizedek óta már ott van az igény, hogy Pestet, illetve Budát, tehát Pest-Budát kell az ország hivatalos fővárosává is tenni. Ugye már a 19. század elején Pest egy kereskedelmi központ, mondhatjuk, ez egyik legfontosabb várossá válik gazdasági szinten. Közben a 18. században Budára megérkeznek különféle kormányszervek, tehát itt van a helytartó tanács, illetve a kamara, és aztán majd még 1848 előtt bizonyos szempontból kulturális értelemben is Pest kerül középpontban, hiszen mégiscsak a Pesti Magyar Színházból itt lesz Nemzeti Színház, a Nemzeti Múzeumnak az épülete itt épül fel, és itt intézményesül maga a múzeum. Tehát magyarán az igény már ott van a reformkorban is, ugye Széchenyi István tartjuk az egyik ilyen nagy, fő
propagátorának, ugye már a pesti kaszinónak, ami aztán később ugye nemzeti kaszinó nevet vesz fel, és egyik kimondott célja, hogy a magyar arisztokráciát Pestre csalogassa, és hát valamilyen szinten megvalósuljon a főváros. És hát ennek a kapcsolatnak szimbóluma lehet ugye a Lánchíd is, hogyha már Széchenynél tartunk, mi nem csak Budát és Pestet kapcsolja össze első állandó hitként, hanem lényegében két országrészt is, illetve hát ugye 1836-os törvényben benne van, hogy innentől kezdve, amíg ugye meg nem térülnek a költségek, mindenki hitpénzt fizet, független attól, hogy egy szegény jobbágyról, vagy éppen Eszterházy hercegről van szó, tehát mondhatjuk, hogy a Lánchíd nem csak a városegyesítés és az országegyesítés, a nemzetté válás, hanem mondhatjuk, hogy a közterviselésnek is egy ma is álló szimbóluma. Budapest hivatalosan 1873. november 17-én jött létre, amikor egyesült Pest, Buda és az addig szintén önálló Óbuda. Ágai Adolf, a neves lapszerkesztő és humorista így kommentálta Budapest létrejöttét. Nem leszünk ezentúl sem budaiak, sem pestiek, hanem leszünk ezentúl budapestiek. Ma már tudjuk, hogy kiváló ötlet volt az egyesítés, de vajon hogy élték meg az akkori budaiak és az akkori pestiek, hogy, mint azt az előbb már mondtam, budapestiek lesznek? Én nem sok olyan nagy történelmi eseményt tudok, amely balhé nélkül lezajlott volna Magyarországon, mert mi ilyen kicsit ilyen vitatkozós nemzet vagyunk. Ez az egyesülés, ez rendben és mindenféle bukfencek nélkül lement? Hát azt mondhatjuk, hogy nagyjából igen. Tehát ahogy az előbb hangsúlyoztam, erre van egy hosszú-hosszú közmegegyezésben testesülő igény. Azért nyilván voltak olyan hangok, akik nem feltétlen örventek ennek a történetnek, és itt elsősorban ugye a Duna túlpartjára, Budára kell átnéznünk, hiszen azért Buda egy sokkal kisebb város volt, még inkább német ajkú város volt, azért Pest már szépen elmagyarosodik ebben az időben, ugye elsősorban a betelepüléseknek köszönhetően, és azért ott még ugye tehát más karaktere volt a két városnak, és hát picit azért úgy nézett ki, hogy amikor egyesül ugye a három település, akkor olyan 270 ezres lakosság van összvisz, ebből Pest visz 200 ezret, Buda olyan 54 ezer, és Óbuda pedig olyan 16 ezer, tehát nagyjából azt gondolhatták Budán, hogy hát a nagy megeszi a kicsit, úgyhogy azért itt voltak ilyen ellenkező hangok is, de én azért azt gondolom, hogyha a nagy egészet nézzük, akkor ez ténylegesen közmegegyezéssel, és teljes, azt mondhatom, hogy politikai támogatással valósult meg. Szóval Budapest 1873-ban született, de... és erről kevesebbet beszélünk. Az 1873-as város nem csak azért volt más, mint a mai, mert az akkori városok amúgy is másmilyenek voltak, mint a maiak. Azért is, mert vissza volt még egy hatalmas városnövelő lépés. Erről már Zubrecki Dávid urbanista mesélt nekem, és így persze önöknek is. Budapest az ugye 150 éves papíron, de hát egyrészt van egy csomó része, ami sokkal régebbi, másrészt van egy csomó olyan része, ami ifjabb. Tehát a mai Budapestnek a fele, az tulajdonképpen nem volt Budapest a városegyesítéskor. Létrejött egy mag, Óbuda, Pest, Buda, de villámgyorsan, óriási nagy ütembe kezdett fejlődni a város, és hamarosan kezdte szétfeszíteni a határait. És az 1800-as évek végén kezdtek el ezek a jelensége kialakulni, hogy nagy metropoliszokat létrehozni. Nem kellett nagyon messzire menni, ugye nagy Bécs is a 19. század végén jött létre, és akkor már elkezdték tervezgetni azt, hogy Budapestet bővíteni kellene, és egy igazi nagy világvárossá növelni. Hát, ahogy ez lenni szakadt, nem bírtak megegyezni, tehát fél évszázadig ment a húzavona. Ugye három szereplő volt, a vármegye, a város, meg az állam, és nem volt egy olyan konstelláció, hogy mindenki ugyanazt akarta volna. A legszebb az, hogy hogy mindig más akarta egyébként az egyesítést. Tehát volt olyan, hogy a vármegye már a miniszterelnöknél lobbizott, volt olyan, hogy a főpolgármester kampányolt ezzel ugye választási kampányban. És hát ugye közben persze a várostervezők, meg az újságírók, azok ilyen rajzokat, meg skicceket
rajzoltak le, hogy hogy is kellene kinézni ennek a nagy Budapestnek. Volt olyan, amelyik ilyen egészen nagyívű terv volt, tehát ilyen Szigetmonostortól Fótig tartott volna nagy Budapest. Voltak szerényebbek, ugye voltak akkor egészen komoly városok, tehát mondjuk Újpest, ami a múlt század közepén az ország egyik legfontosabb, harmadik legfontosabb iparvárosa volt. Hát ott volt, aki föl sem merült benne, hogy ezt bekebelezze Budapest. Annyi azért zajlott a háttérben, hogy miközben hivatalosan ugye nem beszéltek Nagy Budapestről, voltak bizonyos közigazgatási dolgok, elsősorban a rendőrség egyébként így működött, hogy ők már ebbe gondolkodtak. Egyszerűen logikusabb volt nekik Nagy Budapestként kezelni ezt a régiót, sem az, hogy a kis helyi rendőrségek intézzék az ügyeket. Tehát ez egy folyamatosan formálódott, de aztán ugye jött a világháború, és az egészet keresztbe húzta. Meg előtte ugye a válság. És akkor végül is 49-ben döntöttek arról, hogy na itt az ideje, megcsináljuk ezt a bizonyos Nagy Budapestet, és akkor egy egészen merész tervvel hozták létre a mai várost. Ugye mindig arról beszélünk, hogy három város egyesült Budapestbe, de valójában itt volt 7 másik város, amelyik önálló jogon városként funkcionált, nem csak egy kis nyaralónegyed. Ezeket akkor mind hozzácsapták, ugye már említettem Újpestet, de mondjuk Budafok szintén egy elég erős város volt, Kispest. Voltak olyanok, hogy mondjuk Pest-Lőrinc, amire azt mondták, hogy egy amerikai típusú fejlődést hajtott végre, mert tényleg néhány évtized alatt robbanásszerűen fejlődött. Annyira, hogy volt egy rövid időszak, amikor az egész nagy országnak a legnagyobb falva volt, mert hogy nem tudta követni egyszerűen a népesség növekedését, az, hogy a városi rangjára emeljék. Vagy Erzsébet falva, ami pont azért váltott Pest Erzsébet névre, mert hogy már ugye nem falu volt, hanem város. És hát a legviccesebb az a szegény Csepelnek az esete. Ugye Csepel az 1949-ben lett város, ami jól mutatja, hogy azért nem volt annyira átgondolt ez a egyesítés, és néhány hónapig létezett, mint város, aztán meg is szűnt, mint önálló település. Mert hogy hozzácsapták a Nagy Budapesthez. Hozzácsapták Budapesthez, amelynek ugye mind a mai napig része. Mesélünk majd még érdekességeket az újkori egyesítésről, de most menjünk vissza kicsit 1873-ba. Kalauzom Sali Noémi Budapest történész lesz, aki mindent tud, legalábbis amit tudni lehet ennek a városnak a múltjáról. Elsősorban azért kértem most interjút tőle, hogy meséljen Budapest hajdan volt legendás város részéről, a Tabánról, de ha már találkoztunk, azt is megkérdeztem tőle, hogy tud-e olyan jeles épületet, amely egyidős Budapesttel. Na, náhogy tudott. A Margit-szigeti nagyszálló most ünnepelte a szintén 150 éves születésnapját, és biztos, hogy van még a városban jó néhány olyan ház, ami a fővárossal egyidős, de azért nekem mégiscsak ez a legkedvesebb, mert most ennek örömére a szálloda kiadott egy könyvet, amit olyan szerencsém és örömöm lett, hogy én írhattam meg. Úgyhogy a Grand 150 könyv megszületett. És kiknek építették 150 éve azt a szállat? Akkor is a felső 10 000, hát pihenőhelye volt, nem vagy volt, szállóhelye? Nem volt az azért felső 10 000, mert a Margit szigeten 1868-ban megépült Ybl Miklós tervei alapján egy állati gyönyörű fürdő, Margit fürdő. Az ott volt, ahol most az új szálloda termál, a nagy szálló mellett, a szigetnek az északi végében, már egészen közel az Árpád-hídi hídfőhöz. És ennek a gyönyörű fürdőnek a vendégeit fogadta egyrészt a kis szálló, aminek az épülete az teljesen nyomtalanul úgy tűnt el, hogy már az utána épített második szállodának sincsen nyoma se. És épült ugye 68-hoz képest 73-ban, 5 évre rá épül a nagy szálló. A kicsit eleinte nem is hívták sehogy se, az volt a Margit-szigeti szálloda, a vendégház.
De hát aztán szükség lett egy nagyobbra, amit valószínűleg előre láttak, úgyhogy ez szerepelt Ibl-nek az eredeti terveiben is, hogy egy nagy szállót majd odaépítenek, ha beindul az üzlet, be is indult. És a fürdővendégek között egyáltalában nem csak valamiféle ilyen felső 10 000 vagy arisztokraták szerepelnek, hanem ugye ekkoriban a fürdőre járás az egy nagyon, nagyon népszerű dolog. Egyrészt azért, mert valóban ezeknek a vizeknek, Budapest gyógyvizeinek rendkívül erős gyógyhatásuk van, és hát máshol is, ahol ilyen van, Pöstjén, Balatonfüred, mit tudom én, akármi, ott is ez volt az egyik fő szempont, hogy aki beteg, az oda megy, és a gyógyvíztől gyógyul. De azért a vendégek névsorából azt látjuk, hogy hát középosztály is simán oda megy. Tehát úgy, nem hogy... tudom, egy balmazújvárosi gazdagabb kádármester? Hát kádármester talán nem, mert őnekik még nincsen idejük arra, hogy az üzletüket ilyen hosszú időre ott hagyják egymagába. De egy ügyvéd minden további nélkül, hogy ne, igen. A leghíresebb vendégek között volt Arany János, aki sok éven át töltötte a nyarait itt a Margit-szigeti nagyszállóban. Azt is tudjuk, hiszen a Nagyszalontai Múzeum őrzi a számláit, hogy a költő mérhetetlen mennyiségű paradicsomleves tevet almás rétessel. Amikor pedig igazán éhes volt, akkor hústevet hússal. Szóval igencsak élvezte az életet itt a Margit-szigeti szállóban. Egyébként szeretett szigetéhez Arany János halálában sem lett hűtlen. A Fiumei úti temetőben nyugszik ebben a kőkoporsóban. Az árnyékot pedig azok a kocsányos tölgyek adják neki, amelyeket annak idején a Margit-szigetről telepítettek át ide. Szinte hihetetlen, hogy ezek a fák hogyan dacolnak az idő múlásával. A Fiumei temető, vagy ha úgy tetszik, nemzeti sírkert Budapest 150 éves történetének szerves része. Ide temették és temetik a nemzet nagyjainak egy részét. Hatalmas mauzóleumok és takaros szobrocskák jelzik, hogy hol pihennek az ismert emberek. Egy történészt és egy múlttal foglalkozó újságírót kértem meg, hogy meséljen nekem arról, hogy kik pihennek még itt. Szabó Viktor először egy hatalmas mauzóleum elé vitt. Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét 1849. október 6-án itt Pesten végezték ki, és hát a kivégzői egy jeltelen sírba szerették volna őt elhantolni, itt Pesten, a régi József Arsi temetőbe. Pehjükre egy olyan papot bíztak meg a temetéssel, akinek eszeágában nem volt jeltelen sírba temetni a miniszterelnököt. A testet kicsempészték a halottas házból, és elrejtették a Ferenciek terén álló templomban. Ott is nyugodott egészen 1870-ig. A kiegyezés után hozhatták át ide a Fiumeibe, de egy bökkenő azért adódott. Ekkor már az a Ferenc József volt a törvényesen megkoronázott magyar király, aki leverette a magyar szabadságharcot, és aki kivégeztette Batthyány Lajost felségárulásért. Az akkori magyar vezetés tartott a császár haragjától, és nem merte pénzzel támogatni a mauzóleum építését. Találtak ehelyett egy nehezen kifogásolható megoldást, amely ráadásul még pénzükbe sem került. Gyűjtést hirdettek. Ez a hatalmas nyughely így az utolsó fillérig közadakozásból épült. Itt kell menni? Igen. Jó, meredek. Az ajtó általában zárva van, de Viktorral én most lemehetek a mauzóleumba. Én még sosem jártam ilyen helyen, fogalmam nem volt arról, hogy mit fogok látni. Nem is tagadom, hogy kissé elcsendesített az itt pihenő koporsók látványa. Bal oldalra lehet látni Batthyány gróf Batthyány Lajosnak a koporsóját, a másik oldalon a családtagjainak a koporsói láthatóak, egész bent a fal mellett gróf Zichy Antóniáé, aki a felesége volt, előtte ez a fekete színű, ez a fiáé, Batthyány Eleméré, mellett ez a barna színű, ez a lányáé, Batthyány Ilonáé, és itt ez a kicsi, ez pedig az unokájának, Benicki Leának a koporsója, aki 3 éves korában betegség következtében hunyt el. Batthyány Ilonának volt a kislánya.
A család békéjét 1986-ban egy tolvajbanda zavarta meg, amely betört ide. Feltépték a koporsók fedeleit és elvitték a bennük található értékeket, a többi között egy ezüst díszkardot. Batthyány Ilona gyémánt ékszereit viszont nem találták meg, ezért ezek megmaradtak. Ma már a Nemzeti Múzeumban őrzik mindet, biztos, ami biztos. A tolvajokat egyébként később elfogták, de az ellopott értékek sosem lettek meg. Viktortól azt is megtudtam, hogy itt a Fiumei temetőben nyugszik az első magyarországi szelfi készítője is. Az urat Egressy Gábornak hívták, és ő alkotta a híres Petőfi Sándor daguerrotípiát. De mivel saját magát is lefotózta, véletlenül 1845-ben, tényleg ő a szelfik hazai ősatja. Ha a Fiumei temetőben járok, mindig elhívom Salendrét, aki szinte minden sírról tud valamit. Most azt kértem tőle, hogy egy-két vidámabb történetet meséljen nekem. Először egy egészen különleges sírszoborhoz vitt el. Itt nyugszik Pálik Béla, a híres festőművész, akit más téven is nem bántólag Birka Piktornak neveztek el, és hát tényleg a kiskorától birkákat, teheneket, lovakat festett, és hát meglátták benne a tehetséget, ösztöndíjat is kapott, és egy nagyon-nagyon, hát ugye a realisztikus festészet képviselője volt, és nagyon-nagyon szép képeket festett. Olyannyira, hogy például Ferenc József is felkért, hogy fesse le, hogy a lován ül Gödöllőn, és egy órát ült az uralkodó, hogy elkészülhessen a festmény. Ami nagyon érdekes Pálik Bélánál, egy bohém ember volt, és 1879-ben lehetősége volt, hogy egy elhagyott templomhoz jusson Újpesten, és képzeld el, hogy a templomot berendezte műteremnek, és a templom kertjében pedig a modelljei rohangáltak, tehát ott voltak a tehenek, a birkák, meg a lovak, és hát ez minden, a szomszédok furcsálták egy kicsit ezt az élőképet, és hát hogy mennyire ismert volt és kedvelt, Párizsban egy árverésem 14 ezer frankot adtak az ő egyik festményéért, és ugyanazon az árverésen megnéztem, Festi Árpád festménye 1200 frankért kelt el, ez nem azt jelenti, hogy Festi kisebb festőművész, csak ez jelzés értékű mindenképp, hogy mennyire ismert és közkedvelt a Pálik Béla. A jeles Birka Piktort ezzel együtt elfeledte az utókor, bár neki legalább van egy szépen gondozott síremléke. Sokkal rosszabbul járt a kaszinó király, akit már megtalálni sem könnyű, hiszen a Fiumei temető legelhagyatottabb részén nyugszik. S lehetett bármilyen mesés a sztoria, ma már majdhogy nem jeltelen a sírja. Szerencsére velünk van Endre. Endre, jól behoztál most minket a dzsindzsába, úgy tetszik. A temető legvégén, az egyik legelhagyatottabb részén vagyunk. Miért jöttünk ide? A legelhagyatottabb és az egyik legizgalmasabb síremléknél vagyunk. Itt nyugszik ugyanis Gáj Lajos, akiről tudni kell, hogy őt hívták a rulett Napóleonjának. Ha gondod, elmesélem röviden a történetet. Tedd, mert életemben nem hallottam róla. Ő 1847-ben született, nem is ez a lényeg, hanem egy nemzeti kaszinóban egy pár vaj után úgy döntött, hogy külföldre megy, volt 40 ezer forint öröksége, elment Monte Carlóba és elkezdett rulettezni, és úgy képzeld el, hogy 40 napon keresztül csak nyert. Ez hihetetlen volt, olyannyira, hogy a 12. napon megérkezett a Times újságírója is, hát is végignézte mindenki ezt az őrületes szerencsét, és mondhatjuk, hogy őrületes szerencse, ugyanis ő nem csalt, ő is lúzer volt valahol, ugyanis 5 millió frankot nyert, és elment egy orosz herceg meghívására, hajókirándulásra, 4 hétre, csinos hölgyek társaságában, aminek az lett a vége, hogy az 5 millió frankot elnyerték tőle kártyán. Hát ez már csak ilyen, ebből vett jószág, ebből is vészel. Na menjünk tovább. Amikor Budapest elmúlt 150 évéről beszélünk, nem feledkezhetünk el a vendéglátásról. Ez az, ami tényleg hozzátartozott, és a mai napig hozzátartozik a magyar fővároshoz. Rengeteg helyről beszélhetnék most. Mondjuk a Gunderről, amely sok évtizede tündöklik, és amely vélhetően még sok évtizedig teszi majd ugyanezt. Vagy mesélhetnék a takaros óbudai kis éttermekről. Talán meg is teszem később. De most menjünk egy olyan helyre, amely nélkül Budapest alig ha lenne teljes értékű. Ez pedig a Gellért Hotel. A szálloda, amelynek minden téglájában ott van a történelem. Forgatásunk idején nem működött a hely, hiszen éppen felújították, ezért hadd vegyek elő egy korábbi riportomat. Nekem nagyon emlékezetes ez, hiszen én, a tériszonyos pasi, felmászhattam a Gellért tetejére.
Íme Gellért Béli forgatásom második legizgalmasabb története. Botorkálok a padláson, hogy azután ezen a fénylő kis lyukon kijussak valahogy a tetőre. Nem könnyű. Dübörök bennem a tériszony miatti halálfélelem, de ezt a látványt így sem hagyhatom ki. Én azt hiszem, hogy így is kevesen látták még ezt a helyet. Most jelen pillanatban a Gellért szálló tetején a betűk mögött vagyok. Lehet látni talán, hogy a betűk között kinézve ott folyik a Duna, és egészen konkrétan ugye ott a széle a G betű, hát én most az egyik L betű mögött állok. Fantasztikus. Még lenézni is ijesztő egyébként. Operatőr kollégám ugyanezt a jelenetet így látta lentről. Az a fekete kabátos, jól láthatóan beijedt alak én vagyok a legendás Gellért, legendás betűi mögött. Azt mondtam az imént, hogy a tetőn mászkálás volt a Gellért Béli forgatás második legizgalmasabb története, és ez tényleg így van. A legizgalmasabb ugyanis maga a szálloda története. Amit ezek a falak nem láttak, no azok nem is nagyon történtek meg a múlt században. Például itt nyílt meg Európa első fedett minigolf pályája még 1931-ben. Én azt hiszem, hogy ugyanitt most az a bizonyos híres úszómedence van. Fogok még mutatni jeleneteket a Gellért múltjából, de most menjünk be a néhány napja bezárt szállodába, és találkozzunk a Hosszú lépés Budapesten című könyv egyik szerzőjével. Borbála aznap már vagy 10 turista csoportot kalauzolt az épületben, eléggé fáradt volt, de azért mesélt nekünk Magyarország egyik leghíresebb szállójának múltjáról. Elképesztően sok fejlesztés volt akkor ebben a szállodában, tehát például minden szobában volt telefon, termálvíz folyt a csapokból, ez nem volt annyira jó ötlet, mert hamarosan rájöttek, hogy erodálódik a csap a termálvíz miatt, úgyhogy ezt lecserélték, de hát elképesztően luxuriózus dolgok voltak itt akkor. Ki ne feledjük a luxus dolgok közül a híres hullámfürdőt. Már 1931-ből találtam olyan felvételt, ahol boldogan lubickolnak itt az emberek. De 30 évvel később ugyanezt a látványt rögzítették a kamerák, csak már színesben. Aki egyszer itt járt akkoriban, az sosem feledte el. És ha már beszéltünk a főváros vendéglátásáról, akkor beszéljünk a vendéglátók legkitartóbb vendégeiről, az írókról. Ugye önöknek is ismerős a kávéházi romantika kifejezés. Sok más mellett ez azt is jelenti, hogy az írók, költők nem ritkán naphosszat dolgoztak a kávéházi asztalok fölé görnyedve. Persze egy-egy kávé mellett, mert másra nem volt pénzük. A leghíresebb közülük alig, hanem Rejtő Jenő volt. Az író, aki törzsasztalánál ülve találta ki Fülig Jimmy vagy éppen Piszkos Fred figuráját. A Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzik a Rejtő örökség egy részét. Ma már ez épp úgy hozzátartozik Budapest 150 évéhez, mint a Lánchíd bármelyik kőoroszlánja, vagy a Hősök terének szobor csoportja. De ki is volt az a Rejtő Jenő? Ezt attól a Túlóci Gergelytől kérdeztem, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában tetőtől talpig rejtői hősnek öltözve fogadott. Tulajdonképpen egy pesti vagány volt. Másfelől meg amikor 27 és 30 közt Nyugat-Európában járt, ott csatangolt, és mindenféle riszrosz szállásokon hajtott államra a fejét, alkalmi munkákból élt, tehát ott mert a társadalom alját is megismerte, mondhatni részben a söpredéket is. Amelyhez időnként maga is tartozott,
Úgy tudjuk, hogy Csavargó korában, vagyis a 20-as évek végén nem egy ország, nem egy fogdájában ült apró stikliei miatt. Amikor pedig nem ült, akkor csinált mindent. Volt herénkhalász, dokmunkás, illatszerárus, goblein kereskedő, sőt, steptáncos is. Bár erre nincs bizonyíték, de szinte bizonyos, hogy a hőseit ezen időszakban találta meg. A kikötői csavargók között találkozhatott Fülig Jimmy vagy Tuskó Hopkins eredetiével, vagy akár az igazi Gorcsev Ivánnal. Azokkal, akik a vörösbort nem tisztán itták, mert az úgy túlerős, inkább higították. Hozz 2 deci vöröset, de ne tisztán, higítsd valamivel. 2 deci vörösbor, 3 deci rummal higítva. Rejtő hősei itt az írók boltjában kerültek papírra. Igaz, akkor még nem könyvesbolt volt ez. Itt működött a Japán Kávéház, az akkori irodalmi élet egyik központja. József Attilától Kassák Lajosig, Tersánszki Józsi Jenőtől Kellér Dezsőig nagyon sok alkotó járt ide, hogy egy olcsó kávé mellett írjon naphosszat. Rejtő is közéjük tartozott, és itt kell eloszlatnom egy közismert legendát. Eszerint, miután megírt pár oldalt, azzal a kifutó fiú átszaladt a közeli kiadóba, és a visszaúton már vitte is a honoráriumot, amellyel azután az író fizette az ételét, italát. Túróci Gergely viszont azt mondja, hogy Rejtő sokkal hiúbb volt annál, mint hogy ilyen septiben dolgozzon. Minden sort kiérlelt és átírt többször is. Na, pont ez volt a baja vele a kiadójának. Levelezéséből, hivatalos levelezéséből is kiderül, hogy ez visszatérő motívum, hogy sürgetik, siettetik, hogy már nem kell itten, így mondja a kiadó, kérem, ez itt nem Shakespeare, nem kell itten ezt bonyolítani, írja meg, adja le. És Rejtő elkezdte írni a regényeit. Az első kiadásokból csak nagyon kevés maradt meg, például ezek. Az egyik legnagyobb hazai gyűjtő tulajdona mindegyik. Ő nem nyilatkozott, mert azt szeretné, ha nem derül neki, hogy minden ősrejtőből van példánya. Amúgy 50 éve gyűjti ezeket. Álomszép belívekkel. Rejtő Jenőről azt hiszem holnap estig tudnék beszélni, mert hogy én is imádom. Meggyőződésem, hogyha ő nem ponyvát, hanem magas irodalmat írt volna, akkor ma az egyik legelismertebb szerzőnk lenne, akit a gimnáziumi tananyagban a legnagyobbak között tanítanának. Így, hogy ponyvát írt, csak a nagy közönség szeretete az övé, de azért ez sem semmi. És most a pesti kávéházak világából ugorjunk át a budai mulatók világába. Íme ezen a helyen vannak ezek, pontosabban ezen a helyen nincsenek, mert hogy egytől egyig lebontották mindet. Nem árulok zsákba macskát, elmondom, hol vagyunk, a Tabánban. Ott, ahol Budapest alakulásának idején, de még olyan 30 évvel később is pezsgő élet folyt. Girbe-gurba utcácskák, göröngyös macskakő és mulató-mulató hátán. Ez volt tehát Budapest legvidámabb negyede, a Tabán. Ma már erre szinte csak ez a kereszt emlékeztet, körülötte semmi. De nézzük csak meg, mi volt itt 100 évvel ezelőtt. Nos, ez volt a Tabán egyik központja, a Kereszt tér. A ma már üres területen ülünk le Sali Noémival, hogy a Tabán múltjáról kérdezzem. Ez akkor is domboldal volt, amikor még nem álltak itt házak, és azután is domboldal lesz, amikor már a maradék 40 ház se lesz, úgyhogy ebbe az egybe bízhatunk. De itt valóban egy városrész volt, és itt ameddig a szem ellát, házak sűrűn, apró kis házak, pont ezen a helyen, ahol most mi vagyunk, itt épp nem, mert mi most egy téren üldögélünk, melynek neve Kereszt tér, és erről a keresztről, vagy ennek az eredetiéről kapta a nevét. Ugye erre az van kívül, hogy állították 1865-ben, tehát akkor még bőven máshogy nézett ki ez a rész. Mit kell tudni erről a Tabánról? Ugye én, mielőtt elkezdtük ezt az interjút, elárultam, én koncerteken voltam itt gyerekkoromban, de hát láttam régi fekete-fehér felvételeket, hogy nem akármilyen, valahogy nem is ilyen Budapestre illő házak voltak itt. Így van. Az évszámról annyit azért mondanom kell, hogy az van ugyan ide írva, hogy 1865.
de ez ennél nagyon sokkal régebbi, ez a kereszt, vagy az eredetie. Tudnélik, itt valaha egy ortodox temető volt, és azt Mária Terézia utasítására az 1700-as évek végén számolták föl, és jóval 1865 előtti térképeken már a kereszt utca és a kereszt tér szerepel. És amikor én megtudtam ezt, a temető felszámolást, akkor értettem meg, hogy hogyan maradhatott ebbe az irtóztatóan sűrűn lakott városnegyedbe egy futballpályányi nagy plac beépítetlenül. Jó lehet, egymás fejére építkeztek annak idején itt ezek a derék emberek. Azért maradt beépítetlenül, mert a temetőt felszámolták, elplanérozták nyilván, felszedték a köveket meg a fejfákat, de a halottakat nem. És akkor ide senki nem akart építkezni, mert hogy lenyomom az ásót, kijön dédmama. Tehát nem. És a mai napig itt vannak alattunk az eltemetettek? Hát itt vannak, igen. Nyilván már azóta sokkal mélyebben, mert hogy itt azóta átgördült egy néhányszor a történelem, tehát az 1810-es nagy tűzvész, az 1849-es várostrom, az 1945-ös bombázások, szóval itt volt minek rárétegződnie, de valahol itt a mélybe egészen biztos, hogyha valaki elkezdene ásni, akkor itt még megtalálná ezeket a derékősöket. Szóval a Tabánnak erre a mitoszára, hogy a kis vendéglők, meg a budai grincing, ugye ez a... Az egyik dolog, ami a fejekben van, ez a gyere-gyere ki a hegyoldalba, a másik pedig, hogy jaj, azok a kis kocsmák, jaj, azok a régi szép idők, amikor itt Krúdi botladozik lefelé, és a korhelyek itt danolnak a macskakövön. Mert hogy ugye mi úgy tudjuk, hogy ez volt a korabeli buli negyed. Igen, ez nem igaz. Ez így, ahogy van, ez nem igaz. A következő történik. Most nem megyek vissza a kartfogú Tigrishez, aki itt áztatja a podagrás tagjait a gyógyvízben. De hogy ez egy örökkétől fogva ember lakta hely, egy nagyon kicsi területen építkeznek, az összes többi szőlőt termesztenek, és ezek a szőlők, ezek valószínűleg már az áldott emlékezetű Próbusz császár, időszámításunk szerint 276-tól. Azóta, hát majdnem a kartfogú Tigris helyen. Azóta itt vannak a szőlők, és azóta itt, aki mozgott, az ebből élt. És egy nagyon radikális változás akkor történik, amikor a török kiűzése után ezt az akkora az ostrom miatt elnéptelenedő területet szerbekkel, rácokkal, ez a gyűjtő neve a balkáni ortodoxoknak, rácokkal telepítik be, ők meghozzák az ő otthoni szőlőjüket, a kadarkát, ugye ezt a közismert hungarikumot, és onnantól kezdve a korábban fehérboros Buda lecserélődik vörösborra. És ők ebből úgy élnek, mint Marci Hevesen. Egészen addig, ameddig 1884-85-ben meg nem kapjuk mi is azt a szörnyű fertőző szőlőbetegséget, amit Amerikából importált szőlővel sikerül Európába behozni, és lenullázza az összes kötött talajon élő szőlőt Európában, ez a szőlőgyökér tetű becsületes magyar nevén a filoxéra. Na, ez Budát is telibe kapja, és akkor két év alatt itt a szőlőnek annyi. És most érünk oda ehhez a grincing mitoszhoz, hogy akkor lesznek olyan tabániak, akik kényszervállalkozóként elkezdenek vendéglátással foglalkozni. És ismerünk fotót, hogy tabáni kis szegény házacska, és akkor ki van írva, hogy itt működik egy vendéglő, és a falon egy bádok táblán, hogy első osztályú jászberényi borok. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Magam ugyanis jászberényi vagyok, ezeket a képeket is kedvenc városomból hoztam, hogy megmutassam, milyen kedves kis település ez. Komolyan mondom, hogy nagyon rendben van. Rengeteg értékünk van a Lehel kürtjétől a Jászság népi együttesen át, az olimpiai bajnokainkon keresztül, egészen a szép emlékű Lehel hűtőgépgyárig. Na most a szőlőnk, meg a borunk, hát az speciál nem tartozik a büszkeségeink közé. A jászberényi bor minden, csak nem világbajnok. Egyszerűen azért, mert az alföldi homok nem éppen a badacsonyi talaj, vagy mondjuk a villányi. Tényleg nagy bajban lehetett Budapest, ha a mi borainkra fanyalodtak a Tabánban. Na de adom is vissza a szót Noéminek. Azért voltak a kitűnő jászberényi borok, mert a filoxéra a homoki szőlőket nem tudja megenni,
tönkretenni, mert az túl száraz neki, úgyhogy csak kötött talajú szőlőn él meg, és ezért akkor lesz igazán jelentősége majd onnantól kezdve a homoki bortermesztésnek egyáltalán Magyarországon. Mert hát addig is volt valami kis lőre ottan, nem tudom, de ezek a nagy alföldi szőlőtelepítések, ezek a filoxéra után válnak szükségessé egyáltalán, és akkor bontakozik ki az alföldi szőlőművelés. Na, és akkor hát ezek a kis vendéglők akkor úgy működnek, hogy a háznak az egyik szobáját kinevezik a vendéglőnek, oda betesznek 4 asztalt, 16 nem egyforma székkel, és akkor Huber nagymama elért egy utcából, legyalogol a Döbrentei téri piacra, ott megvásárol egy 7 kilós libát, azt hóna alá csapja, és a vergődő, tiltakozó, kapálózó madárral visszaküzdi magát a Gellérthegy utcába, itt a Macskakövön. Odahaza kinyírja és megtisztítja a libát, 11-kor beteszi sülni, és este 6-ra itt ülnek kifent Pártedlival azok a benfentes pestiek, akiknek üzenve lett, hogy nagymama betette sülni a libát. Így lett hát a Tabánból kényszer buli negyed, úgy 30 esztendőre. Aztán viszont a főváros megunta, hogy a Duna partján a vár alatt egy kvázi nyomor negyed van, és lebontatta a tabáni házakat. Úgy tudjuk, hogy a hajdani sok száz épületből csak 40 maradt meg. Na meg a nagy üres tabáni domboldal, amely ma a város egyik kedvelt kirándulóhelye. Vélhetően nem is baj, hogy nem építették újra be. Lassan el kell köszönnöm mára, de hamarosan folytatjuk majd a 150 éves Budapest köszöntését. A második részben megszólal egy olyan ember, aki itt született, és az egész eddigi életét itt élte le. Ha Budapestről van szó, akkor mindenképpen én elsősorban budainak hallom magam. Egyébként gyönyörű a panoráma, itt most a Naphegy oldalában vagyunk, és mögöttem látszik minden, ami a városnak ebből a részéből látható. Ugyan Pesten születtem, a Rókus kórházban, de csak azért volt, mert a háború okozta problémák, tehát közlekedés, át kellett menni, nem volt már olyan hideg, és úgy ment anyám át és a nagymamámhoz. Azután egy olyan színművész, aki viszont messziről jött, és máig nem tudta igazán megszokni a nagyvárost. Emlékszel az első benyomásaidra a nagyvárosról? Nagyon, nagyon, nagyon élt bennem még a pillanat. Ez 1991-ben volt, amikor felvettek a Színház és Filmművészeti Főiskolára, akkor még az volt, és ugye be kellett költözni a kollégiumba, ami a 8. kerületben, a Vas utcában volt. És emlékszem, a főiskola ugyan elkezdődött valamikor szeptember közepén, de nekünk, mint Horvai Katás osztálynak már augusztus 21-én itt kellett lenni. Mi már elkezdtünk mindig egy hónappal hamarabb dolgozni, és az első ős élményem az volt, hogy a keleti pályaudvarba leszálltam a vonatról, eljöttem a 7-es busszal a keletitől a Vas utcáig, leszálltam, és valami iszonyatos pince, dohos pince szagot éreztem. Benézünk Budapest működtetésének történetébe, azaz megmutatjuk azokat a járműveket, amelyek nélkül ez a világváros nem lehetett volna tiszta. Ez egy lóvontatású locsolóautó. A város egyesítését követően, amikor az első, úgymond már járműveket bevonták a takarításba, a locsolásba, a köztisztaságba, akkor a lóvontatású locsolóautók már nagyon-nagyon komoly szerepet kaptak a köztisztaságban. Ez egy 1600 literes tartályra szerelt locsoló. És megemlékezünk arról is, hogy hogyan kapcsolta be Budapestet a világ vérkeringésébe éppen 50 esztendővel ezelőtt az első TU-154-es repülőgép. Szeptemberben volt 50 éve, hogy megérkezett Magyarországra az első nagy vas, ahogy akkoriban hívták a TU-154-eseket, és nyomban követte még 2, és bizony egy nagyon-nagyon hosszú időszak köszöntött be ekkor a polgári repülésben, mert hogy közel 30 évig, egészen 2001-ig szolgálatban voltak ezek a repülőgépek a Malévnél, és biztos, hogy nagyon sokaknak fűződik valamilyen emlékük ehhez a repülőgéphez.
A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.